textusom. Az a címe, hogy aki marxista mindent egy tétre tett, ez az Aragonnak az előszava a Karoli Parton a Realizmus című könyvéből, és a modern kiadásokból is. Az a címe, hogy sűrű leírás. Kincse, mit volt tegnapi alsó utalút? Hát nem kis filmről lenne szó, hanem nagy játékfilmről, nagyfilmről és Derkovics életéről, egy ember, aki nem hajlandó eladni magát, ezt szeretné a filmmel kimondani. Nagy töprengésben vagyok érdemes. Ezt is át kell tanulmányozni Derkovics életét, és biztos a kommunista festő profiliát követel. Félek egy egyik átírás követni a másikat. Az itt jó volna most, ha beszélhetnénk erről a dolgról, mi a színhatod az ügyről. Ezt itt a Mészői Miklós a Szigligeten tartózkodó feleségének, Polc Alennek, aki világosan válaszolt, a filmről elvégzett középszerű nyavajgást az belőle, egyenlően bele ne egyez, sajnos azt hiszem bele fogsz egyezni, de várj, akkor pedig találsz. A nagy filmről nem ment semmi, Mészői nem egyezett bele, nyilván nem is diktálhatott, Polc Alen szimata, realitás érzéke tökéletesen működött. 59-ben Derkovics még egyébként kommunista agiográfia szereplője, hogy mindaddig, amíg 68-ban megjelent Körnernek a monográfiája. A kettő közötti különbség, amely megszabta többek között azt, hogy jött tevékenységének a keretei, lehetőségei, ennek a következményeként ő maga másoké. Amilyen mértékben az MSZNP fogja volt a kommunista ideológia univerzumának, annak megfelelően próbálta meg amellett elkötelezni a kommunistákat magukat, nem beszélve a kívülállókról, a mindközönségesen azokról, akik egyszerűen csak arra kényszerültek, hogy elfogadják a rendszer valóságát, nem gondoltak arról semmi mást, hogy ez van, és túl akarták élni. A rendszer politikai sikere azon múlott, hogy milyen széles átfedés volt a normatív ideológia és a valóság között, ez szabta meg a realizmusról szóló esztétikai viták jelentőségét és lehetőségét. Nincsen forradalmi valóság, mondta Garodi forradalmi elmélet. Ha nincsen forradalmi valóság, forradalmi elmélet sincs. Arra vonatotó valóban kalandos meggyőződés történetet maga mögött hagyó, de akkor még ugyancsak meggyőződéses kommunista Roger Garodi, most eltekinteni Garodi utóéletének vidám ismertetését. A 63-ban a franciában megjelent Parton a Realizmus című könyvének előszobában írt arról, mit lehet marxistának lenni. Minden tévedés, amelyen megigazhatja a választás a hitelét, már egy kommunista, az ő szemében egyenértékű az emberiség ellen elkövetett merényletten. Garodi az által realistának tekintett Picasso, Saint-Jean-Pers és Kafka munkásságát elemezte, álláspontja értelemben a realizmusnak semmi köze sem volt az ábrázolás tárgyához, sem módjához, mindössze annak autenticitásához. Azt kívánni egy műtől a realizmus nevében, hogy a valóság egészét tükrözze, megrajzolja a korszak, hogy egy népnek a történelmi pályáját, kifejezze a pálya alapvető mozgását, jövendő perspektíváit, ez filozófiai, és nem esztétikai történet. Garodi pontosan látja, hogy az esztétika, hogy mi az ideológiai norma csatlája, azaz a politikai filozófiai elvárása teljesíthetetlenségének, irrealitása mértékének megfelelően, azokat jobb hiány a kortárs művészeten hajtották be, attól követelték meg a valósággal kötött szigorú szerződéseket, nem mintha egyébként bármely eltérés a párszak reprezentációtól a rendszer legitimitását ásta volna alá, de azért, ami azt illeti, hogy a rendszer legitimitása nem a jogállam és nem az alkotmány és nem normáit ellenben a történelmi szükségszerűségű elveit követte, minden olyan mondat, festői ritmus, amelyből hiányzott az extenzív, az intenzív totalitás, tudás kifejezése, nagy realizmus, remény rendszerkössége, óvatosan fenyegetést jelentett, végül a halogosság egy társadalmi képzelet feletti uralom lett, az esztétikai küzdelem tárgya. Ezek azt mondják, ez mindegy. Ennek a csatának a dokumentuma egy 64-ben magyarul megjelent kötet, amelynek a címében kérdőjelvel szerepelt Garodi állítólagosan megfogalmazott tézise, nevezetesen a Parton a realizmus, a magyar kötet kérdőjel csaptak a végére, sok mindenféle tanulmány tartott bele, és a legvégén az azt értelmező szöveg mesterházadalos tanulmánya következett, a játék és varázslat vallomás a Parton a realizmus ügyén. Mesterházi jó indulatú felvilágosult ember volt, örült Garodinak, akit a marxista élet, a marxista ideológia élet játék angyalának nevezett, előbb örömmel jelentette be a dogmatizmusnak vége, és ő maga sem ennek a nevében szállítába a francia kommunista filozófussal, hogy ütötte azon tételét, mely szerint mindenki lehet realista, és a dolgok attól vannak, hogy van ellentétük. A Garodi kötetben is fontos szerepet játszott új Aragon munkásságának évtizedek óta figyelemmel, kísérte előbb az MDP, majd az MSZNP. A Szikra, az a párt kiadója, már 49-ben kiadta a francia, 46-ban megjelent Kommunista ember című, a francia ellenállás, a francia kommunista párt háború alatt, majd utáni politikájával foglalkozó elemzését.
56-ban a Művészetről és Művészekről címen egy Gerard György által szerkesztett, aki igazán értett a francia kultúrához, válogatást adott ki a Magyarországon. A fordításokat Bajomi Lázár Endre, mellett a francia ellenállásban részvevő Szekeres György ellenőrizte, aki elég sokat ült a sztálinista FKP és MDP egyaránt saját bőrén tanulta meg a nyugaton marxizmus nem pusztán szavakból áll, és most engedjék meg, hogy felolvassak egy pár mondatot a Szekeres bőrökre. Ez egy kicsit ilyen mutat rám, hogy nézzük el nekem, de remélem, hogy beigazolják. A Szekeres Varsaver alatt a Szalamandora tűzben című 85-ben a Magvetőnyi megjelent könyvében beszámol a római diplomáciai kiküldetésben lévő Szekeres 49-ben a Rajper kezdete után megtagadta, hogy hazatérjen. Menedéke volt két Franciaországban, de annak az állattitkosszolgálattal való együttműködés, katonatitkosszolgálattal való együttműködés lett volna, amit ő természetesen ugyanmi megtagadott. Következésen az FKP megszakított vele minden kapcsolatot, mint maga Szentül írja, 49 tavaszán a Kuzán Serzsányban újságos búdia mellett találkozott vele. Idézem. Felemeltem a fejem, Szekeres állt mellettem. Sokáig néztem, magamra vontam a tekintetét, nem akartam úgy tenni, mintha nem láttam volna. Azt akartam, hogy tudja, hogy megláttam, és meglátva tettem, ő meg nem látotta. Akartam, hogy értse meg, hogy a pillantásom és a némaságom a pokolba küldi. Vagy még inkább a nem létbe. Arkangyolnak találtam magamat. Lányan csapkodtam szárnyaimon a Kuzán Serzsányban járdáján, felröhögtem a bolsevizmus fényűen ezüstegébe. Szekerest a német zóna határán átadták az oroszok, meg itthon börtönbe zárták, ahonnan 56-ban szabadult, és a dolog még bonyolultabb legyen, arra sem volt hajlandó, hogy a francia rendőrség kérésének, miszerint egy papírt írjon alá, hogy nem akar Magyarországra visszatérni, azt is megtagadta, lévén kommunista volt. A keleti zónában a szovjet rendőrökkel várt egyik német rendőr, pontosan meg is mondta, mi a helyzet, szintén kommunista, de szintén nárgák volt, egyszer része megkült, vagy kommunista. Csak azért mondom, hogy érezhető legyen, hogy mit csináltak a fordításokat. Tehát, hogy világos legyen, hogy ez nem, tehát, hogy nem olyan egyszerű dolog. Tehát, hogy minden mögött van valami. Tehát, hogy ez az a Szekeres György, aki ilyen békésen és ilyen kedélyesen fordítja le egyébként a művészetről szólt. 65-ben a Kollásról szól eszítottak ki, 70-ben pedig Dobosi László szerkesztésében a Költés valóság jelent. Megköcsönségét mutatta, hogy a 66-ban Franciában megjelent kétszeres monumentális regény a kommunisták napvilágot 72-ben, amelyet a Szávai Nándor fordított, és ő maga írt hozzá egy utószót, amely értelemszerűen és érdekesség szerintjából a realitás kérdésével foglalkozott. Egy az Acél György hagyatékában álló lévő bármiféle kommentárt, vagy szerző nélküli két tartalmazó, szerző nélküli kétoldalú feljegyzésben ez áll. A regény utószavának 874-878. Oldalán a következő változtatást javasoljuk. Engedem, amikor ezt olvasom, mert ez a mikrotörténet tárgya. 874. Nem mindenki érti a realizmus jellemzőiről folytatott vitában, például abban a kérdésben, írja Aragon, hogy irányított, vagy inkább gátak közé szorította ez a realizmus. Mostan az a mondat, ami kiadott. Tudod dolog, hogy örömmel üdvözöltem, mert nagyon szerencsésen tartottam Roger Verdi elnevezését, a partalan realizmust, mint a legalább kifejezést arra a realizmusra, amelynek magam a híve vagyok. Ezt a magyar kiadásból kivettem. Gátakat, partokat, határokat feltételező esztétikának már a gondolata és a dogmatikus jeleket adott a realizmusnak. Ellene vagyok ennek a gyakorlatban és az elméletben is. Olyasok változtatás volt ez. Majd a következőt adták ki, ezért tartok a művészetben azokkal, akinek elég megy a szívű a különböző iskolák befogadására, és innen van kiadva, azoknak a politikusoknak, akik hazájuk és az emberiség boldogulását fölébe helyezik mindenféle csoportolásnak, mely nyilvánvaló célja, hogy egyetlen párt váljon, és a több párt létezésének jótékony volt, tehát hangsúlyozza. Ezt nem. Azt is mennék mondani, hogy a realizmus éppen ebből a változatosságból születik, a többoldalú megvilágításból, a tapasztalatok szembesítéséből, az emberi eszközeinek használatából, amelyet megismerünk az embert és a nem eszem arról van szó, hogy némi tapintatlansága vallott az MSZNP-től, hogy kedves szerzőinek sorait alávetette a cenzúrának, hiszen valószínűleg jó kedvében tette, aki tette, és ebben elküldte a húzásokat azt, hogy Györgynek jóváhagyása véget, aki mint a kiadott között mutatja, amelyet elnyert. A két húzás között Gárgóra vonatkozótól a könnyed némileg a paranoimát nevezni, de a másikról be kell lássuk, elkerülhetetlen volt. Hiszen mégiscsak, hogy nem a szükséző kifejezést használjam, a kommunistákról szóló hiperrealista regény mégsem szolgálhatott a többpártrendszer előnyeit hirdető eszközzé. Ezt beláthatóan tartom ma is. Ám az igazi kérdés az, hogy mire vezetett a nem túl elegáns megoldás, nevezetesen a valóság cenzúrázása.
amely persze egy realizmusról szóló vita, illetve regény esetén mindössze művészettörténeti iróniának mondható, mégis olyabbá tűnhet, mint egy trompe-l'œil, mint egy végtelen perspektíva esély grafikáig. Ám ennél többről volt. A valóság nem pusztán a realizmus esztétikai kérdése volt, ellenben az annak hívott esztétikai függöny által el- vagy kitakart igazság, amely időről időre a szerényes, de fölidéztek író Mihály 19-es plakátja, amely egy hatalmas vörös munkás ököl áttör egy palota ablakain és lesújtó asztalra ott levő urakra, pitangó, ezt akarták. Szólt eredeti szöveg. Ameddig Révai tisztában volt az, hogy a kultúrpolitika lényege a valósága való szembesítésen alapszik, annak uralása nélkül a kommunizmus üres beszéd, addig ennek a stratégiának a csődjét megörökölt MSZNP, az üres szavak felöltöztetésével töltötte fél életét. Az MSZNP az a realitás az igazság hatalmától rettegett 56-ra. Vezetői okkal és érthetően különösen érzékenyek voltak minden olyan eseményre, amelyből arra következtethettek, hogy a valóság érzékük elveszőben volt. 73. március 27-én Acél György elküldte Kádár Jánosnak Jukko László feljegyzését a március 14-i eseményekkel kapcsolatban. A feljegyzés átadása után személyes beszélgetés során elmondta, hogy azon több órát tartózkodott Budapest különböző helyein, de érzi, hogy nincs kellőképpen tájékozódva a történtekről, nincs meggyőződve arról, hogy nem volt kézírással, volt szükség rendkívüli beavatkozásra. Láttam visszaküldöm fülemlítő meglátások, javaslatok vannak a feljegyzésben Kádár 3.23. Tényleg azt, hogy a személyes beszélgetés során, hát meggyőzte, hogy nem az addig elég típus volt a Gyurko rendőr intézkedésekkel kapcsolatban, úgy vélte, hogy némi olvasható nyilvánosság előtt párt kritika nyilvánosság előtt, az mégiscsak nem ártana, és hogy följavatotta azt a javaslatot, hogy március 21-e mellett, április 4-e mellett, március 15-e egy ilyen nemzeti ünnep. Ugyanakkor született egy másik feljegyzés, amelyet szerzője ismeretlen, aki nehezményezi az ideológiai defenzívát március 15-ével kapcsolatban, és offenzív jellegű hozzáállást javasol, amelynek elvi alapjára megállapítja, március 15-e a miénk, kommunistáként. Kommunista, kisista fiatalokként. Forradalmi feladat, hogy ne hagyjuk kísérleten, és meggyalázni az emléknapot. Szembe kell szállni Petőfi ellenségeivel, március 15-e meggyalázóival. A lobogunk Petőfi fordulat gyakorlatá váltásáról van szó. Az ismeretlen szerző végül megjegyzi, egy hozzátartozója, nem ismeri. Eltűnni egy kicsit a körülbelül, de nem, ameddig nem tudom biztosan, tehát a hozzátartója szerint nem ismeri a helyzetet. Nem tudom, írta ő őszintén ebben a feljegyzésben, hogy a tiszt megalakulásának a napja március 21. És a hivatalos kiszemlétnap elején már hívott, teszi hozzá az ismeretlen befendes és kiváló tanácsadó. A realizmus kritikája és a valóság normatív beszéd általi eltüntetésének, láthatatlanná tételének, hamis reménye. Ugyanannak a módszernek két változata. Gyurko jól látja, hogy 73-ban szó nem volt ellenforradalmi veszélyről, viszont tényleg szó volt annak a valóságáról, amit nemzeti érzésnek hívhattak, és feltűnt az írás a falon ménétekkel, hogy nem a kommunistákkal és a híveikkel azonos a társadalom, hanem valami sokkal másabban. Nevezetesen önmagával. Mire mondjuk? Az azért lehetőség van, amelyet köszönöm, hogy olvashattam, hogy olvashatok, hosszú oldalak olvashatunk, és ezt a nyilvánosság előtt olvasom, ami ez a mikrohistória, ez a kicsi kis történet szó. Újabb és újabb jelentések születtek arról, hogy miért nincsen valami, hogy miért nincs mégsem úgy valami, ahogy az a valóságban megtörtént. A magyar politika egyik legfontosabb és tájékozottságát megőrizni kívánó remélő vezetője újabb és újabb mondatokat iratott és olvashatott arról, hogy miként lehetséges újabb és újabb eszközökkel meg nem történté tenni azt, ami megtörtént. Volt Mészői Miklós 1959-ben írott szeptemberében az Evelében még egy mondat, amire Polcolán édesebben reagált, mint a fent idézett Jancsó ajánlatra adandó válaszára. Azt hittem össze. Furán érzem magam. Üresség, várakozás, kielégítetlenség nem éppen testi, szellemi, egzisztenciális inkább. Amit író folyton úgy hat rá, mint a tilosban járni. Hogy a hátam mögött összefognak nevet. Írtam észre. Polcolán válaszárában visszatért. Tehát amit érzek, nem fognak ki nevetni. Nem is tudom miért. Nem is értem, hogy miért éppen ettől lesz. Könyörgöm, hagyd már a lelki kínokat, és dolgozzál. Mi van? Mitől félsz? Mindig távad más, mint amit belülről írni akarsz. Igen, bőven. Szeretet, szerelem, empátia ellenére talán nem volt egészen igazán. Mészőinek ugyanis egyedül, teljesen egyedül kellett megtennie azt, amit a korszak egész, amire a korszak egészen volt képtelen, tanult, okos, fizetett emberek százai. Ugyanis, hogy szembenézzenek a valósággal. Még egy év sem telt el,
Az író keresett magának egy ismerős és üres teret, szülőváros egy szexárment porkolába öltve egy idézőjelbe tett tanyát, pontosabban egy nagyon kicsi vacak házat, az 1960. július és 65. június között megírtott Attila halála című regényét, amely aztán egyébként 66-ban jelent meg, újabb példáként annak, hogy az ideológiai univerzumon túli realizmus elés befogadása milyen szorongást okozott a hatalomvédte bensőségben élőknek, és miként telt el 4 hosszú év, ameddig az gondos zsőt kimerte adni. Majd a végén fogok vitatkozni veled, mert ez inkorrekt. A gondos zsőt megítélésre illetően nagyon másképp látom ezt. Az Attila halála, amelynek számos irodalom történet következménye volt, amely nélkül nem született volna meg Eszterházi Függő című regényesen, egy olyan valóságra számolt be, amely kívül volt azon a világon, amelyben akkor éltek, pontosabban éltünk. Az év végén Mészői azt hitt a Kolozsvára, mármint a feleségét. Mégis mint a két része szakadtam volna. Önmaga mellett lepreződöm le lassan, utálom az Attilát, 66-ban írja, mert ma mélyen belülről jött, de akkor még szinte öncsúlyosan írtam. És most úgy áll előttem, mint valami sorszerű prognózis, amit magamnak fettem fel, térképeztem. Úgy is vallottam benne magamról, hogy nem észszerű élnem, és a sorsomat szeretem. Ez a polcán teljesen kiborított, hogy átmenőzni. Azaz. Mészői Miklós fizette meg azt a 4 évet, ami a könyv megírása és kiadása között telt el. Ez volt a valóság. Élni az államszocializmus peremén, és elviselni azt a magányt, amelyből az igazság felismeretővé vált, és talán nem csak egy pillanatra. Volt úgy, hogy nem a marxisták kerültek abba a helyzetbe, hogy mindent egy tétre tettek fel. Köszönöm szépen, és nagyon köszönöm a megtisztelő felkérést. Elnézést kérek a hangomra, de nagyon meg vagyok fázva, de felszerveztem a papír zsebkendő és minden el, de ezzel ügyekszem. Én nem változtattam maga címetem, mert picit leszűkítettem, ugye ez egy elég nagy téma lenne, amit 20 percben végképp lehetetlen lenne előadni, és van egy téma, ami engem most már hosszú évek óta érdekel, és ennek a lehetőség, ennek a hagyománynak a lehetőségéről szeretnék most beszélni. Ez pedig a két háború közötti munkáskultúra. Ezzel is foglalkozom most már néhány éve, és ez tulajdonképpen egy társadalomtörténeti, illetve egy kultúratörténeti kutatás, ami nagyjából arról szól, hogy az illegális párton kívüli kisebb baloldali csoportok, művészcsoportok, avantgárd csoportok hogyan érintkeznek a munkáskultúra helyszíneivel, csoportjaival, a munkásotthonokkal, milyen saját fórumokat hoznak létre a különböző kórusok, szavalókórusok, munkáskórusok, stb. És ezt egy ilyen hálózatként képzelem el a két háború közötti Budapesten, és ennek különböző részeit, abban már sok mindent megírtam, de még sok minden hiányzik belőle. És ennek egy bevezető része volt tulajdonképpen, hogy meg kellett azt vizsgálnom, hogy ez a hagyomány, ha egyáltalán ezt hagyománynak lehet nevezni, vagy inkább egy hagyomány lehetőségének, az hogyan működött az államszocializmus időszakában. És ennek nem volt más módja, mint hogy a vonatkozó szakirodalmat, elsősorban itt folyóiratokra, illetve részben persze könyvekre gondolok, de a pártörténeti közlemények, illetve részben a történelmi szemlélet, illetve kulturális folyóiratoknak a cikkeinek az áttanulmányozása, illetve természetesen vonatkozó köteteknek az áttanulmányozása volt. Úgyhogy most elsősorban ebből fogok, ez egy ilyen historiográfiai kutatás lesz tulajdonképpen, aminek tulajdonképpen ennek a hagyománynak a lehetőségéről szól. 1989. június 17-én a Salgótarjában megrendezett Hajnal István köri konferencián megtartott a dualizmuskori munkászavargásokról szóló előadásában úgy fogalmazott Gyáli Gábor, hogy a hivatalos marxista történetírás, a ideológiák rendkívül nagy súlyt fektetett a munkásosztály történeti megjelenítésére, voltak éppen valami keveset tett hozzá érdemi történeti ismereteinkhez a tárgyról. Ez az élesnek tetsző, ugyanakkor persze pontos megfogalmazás, éppen ezen a napon, vagyis Tadibra és Mártin társadalmi temetése után voltak éppen a féle határpontnak is tekinthető lenne,
Ha egy napot a munkásság vagy a munkásosztály kutatása tekintetéből eltűnő szemléletű kutatások sora követte volna. De összességében egy kicsit sarkosan állítva nem követte szerintem. Itt van egy hosszabb rész, ezt ki fogom hagyni idő hiányában. Itt ugye Lackó Miklós foglalkozott a korszakban, róla nagyon sokat írok. Mark Pitové foglalkozott vele, Bódi Zsombor, Valuk Tibor, Belény Gyula. Tehát vannak ilyen típusú kutatások, de összességében véve nem gondolnám azt, hogy ez egy lezárt kérdés lenne. Ugrok tehát a szövegbe. Tulajdonképpen önmagában is érdekes, hogy a munkásmozgalom történeti kutatása, pontosabban annak a párt történetével azonosított verziójának legitimitása sokáig nem volt kérdéses. Ebben a megkérdőjelezhetetlenségben természetesen annak ideológiai funkcióit ismerhetjük fel, ám a korszak ebben a tekintetben korántsem homogén. Az 1956-os forradalom utáni lassú ideológiai átalakulás magában a mozgalom historiográfiai megközelítésében is változásokat eredményezett, így a 70-es évek végére már azt a kérdést is fel lehetett tenni, hogy, idézem, vajon van-e munkásmozgalom történetnek önálló tudományelméleti specifikuma, idézett végre. Glasz Ferenc, akkor a Történettudományi Intézet osztályvezetője tette fel a kérdést, egy akkor megjelenő tanulmánykötet kapcsán, és a válasz egyértelműen pozitív volt. Ismét idézem, nem csak a párt politikájának megfelelő szintű tudományos propaganda segítője lett, állapítja meg Glasz Ferenc, hanem mindenek előtt az utóbbi másfél évtizedben egyben a hazai társadalomtudományok egyik legtöbb szakmai eredményt és felmutatási ágazata. A munkás mozgalom történet felzárkózott a magyar történetírás hagyományosan erős, ez idézőjelben az eredeti szövegben, részdisziplinai közé, idézett vége. Persze az ilyen megállapítás csak a viszonyítás ismeretében válik igazán informatívvá, annyit azonban az idézet is elismer, hogy a 60-as évek közepétől észlelhető az a törekvés, melynek nevében a mozgalom kutatás kilép az ideológiai funkció szűk keretek közül, és anzik, tehát hogy önmagában vett kutatási témává válik, jó lehet a hivatalos, legitim megerősítés, az MSZNP kb. 1974. márciusi határozataig késlekedett. Ez szerint, ismét idézem, a társadalom felemelkedése szorosan összefügg a munkásosztály műveltségi helyzetével. A munkás művelődés ügyét ezért alapvető fontosságúnak kell tekinteni. Idézet végén. Bárhogyan is van, akár szakszerű strukturális kvantitatív szemléleti kutatásról, akár politikai és mozgalomtörténeti összefüggéseket vagy részleteket vizsgál egy kutató, az elemzés vagy adott pontján mindenképpen számolnia kell a munkásság, mint objektív és szubjektív módon létező társadalmi nagycsoport politikai és kulturális hátországának összefüggés rendszerével. Mert hogy ezek bármennyire is összefüggők, vagy elválaszthatatlanok, vagy elválaszthatatlanok tetszik manapság, vegyük észre, hogy E.P. Thompson The Making of the English Working Class című munkájának 1963-as megjelenéseig mindez korán sem volt egyértelmű. Az osztályok, társadalmi nagycsoportok és kategóriák sokáig a szociológiai és társadalomtörténeti elemzések magától értetődő fogalmai voltak, Richard Hogarth mellett Thompson volt az első, aki az angol munkásosztály kialakulásának folyamatában nem a munkamegosztás és a tárgyalási viszonyok problematikájára összpontosított, hanem azokra a rituálékra és reprezentációkra, melynek eredményeképpen összetartozásuk, öntudatuk kialakult, majd megszilárdult, vagyis a munkáskultúrát a mozgalom alkotó elemévé tette. Míg tehát a nyugati marxista kutatók felismerték és termékenyen alkalmazták a kulturális szempontrendszer módszertani integrálásának előnyeit vizsgálataiban, addig Magyarországon a korszakban ez a szempontrendszer meglehetősen faramucin jelent meg. Egy a fővárosi szabóelmi könyvtár gondozásában 1965-ben megjelent válogatott bibliográfiában csaknem 30 oldal tesznek ki csak a főváros munkáskultúrájáról és munkássportjáról írott közlemények, ám a gondos könyvtárosi munkát nem követte hasonlóan igényes kérdésfeltevés és feldolgozás. Nem mondhatjuk azt, hogy egyáltalán nem létezett fajta kutatás, hisz mindezek a magyar történelemtudomány, a néprajz, a munkásmozgalom történeti kutatása, vagy az irodalomtudomány számolt a művelődés, és itt a művelődés szót használták, ugye, szűken értett fogalmával. Elsősorban az etnográfus Nagy Dezső gyűjtötte már a 60-as évek elejétől az úgynevezett munkásfolklór egyes elemeit, s több munkájában igyekezett rendszerezni ezek sajátos megjelenését, ám kutatása egyrészt történetietlen, másrészt módszere szelektív volt.
Így a magyar munkásság rituáléiról, közösségképző kultúrájáról, az érdekes adatokon túl szinte semmit nem tudunk meg a saját köteteiből, sem más korszak közleményeiből. Itt hosszasan van még egy lábjegyzet, ezt most nem olvastam fel, mert nem olyan érdekes, bár informatív. Itt ugye a zenetörténetben is Maruti János szerepét érdemes kiemelni, ezt átugrom most a rövidség, az idő rövidsége miatt. Gecsényi Lajos, a történész Gecsényi Lajos szabadkozik is egyik közleménye felütésében, mivel szerint a munkásdal kutatása nem valódi történeti feladat, a sokkal inkább a folklór és a zenetörténet tárgyköréhez tartozik. Az irodalom és színház történet szintén ambivalens viszonyt ápolt a szcénával, amennyiben egyfelől a munkás kultúra teljesítményét egyfajta lényeges, ám esztétikai szempontból mégiscsak peremműfajnak értékelte, így elsősorban az experimentális, az avantgárdtal érintkező, izgalmasabb, formabontó, bár egyébként valószínűleg a korabeli munkások számára inkább érthetetlen szeletét emelték ki a közegből, Kocsis Róza például, Rózsa. Ezzel az esztétizáló eljárásra ugyanakkor szét is választotta mindazt, ami nem csak Vassák Lajos, de Palasovszkij Ödönben Tamás Aladár fejében is összetartozott, lévén, hogy az avantgardisták művészeti hitelüket mégiscsak a munkássághoz tartozás étoszából merítették. A professzionális társadalomtörténeti kutatások részéről pedig a másik véglettel találkozhatunk. Lackó Miklós az ipari munkásság összetételéről szóló monográfiájának utolsó fejezetében ugyan kitér a mozgalom, tehát a munkásmozgalom jelentőségére, ám ott a munkásság egyes csoportjaira csak mint a mozgalom bázisára tekint, minden különösebb tartalmi körülírás, kulturális szituálás nélkül. Már majdnem egy időben jelent meg Thompson korszakalkotó művével, módszertani szemléleti tekintetben messze elmarad a brit történész munkájától, jól lehet magyar vonatkozásban még így is igen jelentős alkotás maradt mindmáig. A klasszikus akadémiai disziplinák felé tett kacsintás korábban kötelező tiszteletkör volt csupán, sokkal inkább annak a szakmai illetékességi körnek, illetve a módszertani érzékenységnek a felmérése, mely meghatározta a két háború közötti munkáskultúrára és mozgalomról szóló diskurzus mintáit. Ugyancsak jellemző, akkor tudományosan felszeletelő vagy felosztó gondolkodásmódja vagy módszertana, hogy még a munkás kultúrával és folklórral valamiféle társadalmi és művelődés történeti kérdésként vár, addig a munkás mozgalmat valódi politika történeti témaként kezelte. És bár elben nem nehéz belátni, hogy a munkás kultúra és az akkor kinövő mozgalom meglehetősen összefüggő témák, a disziplináris felosztás előtt izolálta a kettőt egymástól, majd különbséget téve az érdekes és járulékos kultúra és az ideológiai harci kérdésére nyújt mozgalom között az utóbbi mellett optált. Ennek egyik legeklatánsabb emlékezetpolitikai példája az, hogy 1966. július 1-i hatállyal a legújabbkori történeti múzeumot Magyar Munkás Mozgalmi Múzeumra keresztelik át. Az akkori múzeológusok közül a fotográfiára szakosodó Stemlerné Balogh Ilona azonban fontos különbséget tett a múzeum és a hasonló nevet viselő, de egészében az MSZMP égisze alá tartozó munkás mozgalmi intézet között, most átugrom ezt az idézet és örülök összefoglalom, tehát Stemlerné Balogh Ilona megjegyzése azért beszédes, mert nagyjából azt mondja, hogy a gyűjteményi helyen kezelt dokumentum szakmai szempontjairól összpontosít, azt mondja, nem elsősorban a tárgy pontos leírása, a muzeológiai meghatározása volt a múzeumban a döntő, hanem inkább azt láthatjuk, hogy a dokumentum inkább illusztráció, tehát az illusztráció funkcióját töltötte be egy ideológiailag már korábban megmunkált közművelődés fogalom nevét. Túl azon, hogy a munkásmozgalmi múzeum tekintetében részben levéltári, kézirattári funkciókat töltött be, érdemes eltűnődünk azon, hogy a politikatörténet-centrikus látásmód a munkásmozgalom történet egyetlen létokát a végletekig leegyszerűsített osztályharc elmélet történeti illusztrációjában ismerte fel. A politikailag többé-kevésbé tudatos sztrájkok, tüntetések, a karhatalomban megütköző tömeges megmozdulások értelemszerűen fontosabb és pontosabb tápontjai voltak tehát a munkásmozgalom történetnek, mint a homályos körvonalú, forradalmi teleológiával alig-alig, vagy egyáltalán nem bíró olyan munkáskulturális rendezvények, mint csak egy példát említve Szalmás Piroska kórusának fellépése 1930-ban a Pesterzsébeti munkásotthonban a Csibiben. Emögött meghúzódott az a hallgatólagos beállítódás, hogy a munkásmozgalmi szervezkedés alatt valamilyen többé-kevésbé konkrét célért folytatott politikai küzdelmet látta, és a munkáskultúra olyan sajátos intézményeit, mint a szavak,